Szép napot kívánok mindenkinek! Mint látható, most már megvan a kamera, és kérték páran, hogy csináljak már videót arról, hogy hogy jutok haza, és hogy jutok vissza Lambachba. Most itt állok, szerintem egy-két embernek lehet, hogy ismerős a hely Békásmegyeren, a 11-es főút mellett a buszmegállóba, és várom. Várom egyik kollégámat, aki jön értem. Nézd már, ott meg kereszteződésben megállt keresztbe egy autó. Igen, jött a hév. Ez egy nagyon híres hévátjáró, és szerintem jönnek is itt értem. Igen, itt megjöttek. Lébénynél járunk. Itt lakik a közelbe egy ismerősöm, Tibi, Németh Tibor, úgyhogy szia Tibi! Sajnos nem tudunk most megállni, igyekszünk visszafelé. Üdvözletem mindenkinek! Most! Jobbra! Jó reggelt kívánok! 2016. 5. hónap 17-e van. Kedd reggel! Jó vezet! Bizonyára többen tudják, hogy volt egy kis szünet a videókba, észrevehető volt, mert múltkor, mikor jöttem, otthon felejtettem a kamerát. És így a kamera nem volt nálam. Most viszont hétvégén, pünkösdi hétvégén otthon voltam, és elhoztam magammal a kamerát, nem felejtettem el. Így hát folytatódnak a videók. Tegnap este rendben, szerencsésen megérkeztünk. Aránylag sima volt a kifelé utazás, Hegyeshalomnál, a határnál. Hát az autópályán ott egy elég tekintélyes 5-6 kilométeres sor állt a határ előtt. Na, kollega, befordulsz? Igen, befordul, csak mint látható, kaszál a vége, és ilyenkor, ha mellé megyek, akkor lehet, hogy bele is akad az oldalába. Úgyhogy ezt figyelni kell kanyarodó kamionnál, hogy tudomásom szerint úgy hívják, hogy kaszál a hátulja. Ahogy fordul, úgy az ellenkező irányba megy kifelé a másik sarka a pótkocsinak. Na szóval a határnál volt az autópályán egy olyan jó 5-6 kilométeres sor, és azt kicseleztük úgy, hogy ott a 15-ös, az M15-ösnél átmentünk a régi 1-esre, és hát ott is Hegyeshalom településnél beálltunk a sor végére, de ott szépen lassan, de haladtak az autók, és azt leszámítva nem is volt semmi. Szépen rendben megérkeztünk este Lambachba. Mint látható, most is Lambachban vagyunk. Igazából belegyújtam a zsebembe, és találtam egy csokit, de el kell mennem mosakodni. Arra kell majd mindjárt menni, addig szerintem állj meg. Megyek rakodni, és utána irány Luxemburg. Ez a kanyar, ez is jó, nem lehet belátni, és nekem olyan egy kicsit nagyobb ívbe kell, nehogy beakadjak a ház sarkába. Kérem, a GPS-be dobjunk be egy 5000-est, ellenkező esetben nem szólok a következő utcánál.
videók hiányát enyhítendő a régebbi módosított videókat tettem közzé, meg ugye bár volt egy ilyen élő beszélgetős. Jobbra majd máskor megyünk, most balra. Igen, most balra megyünk. Jobbról meg jön neki a hölgy, de hát nem tud, mert ugye amonnan meg jönnek egymás után az autók. Megpróbálok neki segíteni. Mindjárt mutatom, hogy mikor. Most. Na, észrevette, hogy mutogatok. Még a balra kanyarodó az még totál zöld. Úgyhogy én itt még be tudok csűrni balra. Ez is egy érdekes kereszteződés, de meg lehet oldani, csak oda kell figyelni. És amint már többször látható volt, Istenem, itt a... rám jött a romantika. Traun folyó hídja. De jó nagyon. Elrévedezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven sívogat, mint márciusi szél a sírokat. Ez mondjuk egy meglepő részlet, Juhász Gyulától. Közelítünk a felrakó hely felé. Szépen kizöldült itt minden egyik napról a másikra. Tiszta zöld lett minden. Ez jön most, de jó. Egy körforgalom. Hát én szeretem. Már az alakja miatt is. Na, ilyen tudják, érdekes. Mire emlékeztet, mindegy. A második járat, ez jó. Körforgalomba ez a műalkotás. Na most a második járat, az a jó. És itt kimegyünk a második kijáraton. Kicsi koromban, amikor úgy eldölt, hogy végül GPS leszek, mert hülye voltam ahhoz, hogy PDA legyek, akkor én már arra vágytam eleve, hogy majd körforgalmakat fogok mondani. Hát gyógy, első kijárat! Igen, igen. Itt vagyok. Csak te ezt nem tudtad, Laci, hogy ezt a körforgalmat így ki is lehet kerülni. Messze, hegyeken, mintha még fehér foltok lennének látható. Keverednek az adataim. Érdekes. Tulajdonképpen most el van a processzorom azzal, hogy rendbe hozzam magam. Ahogy tetszik, ez egy ilyen számítógépes smink, de szerintem előbb-utóbb arra megyünk. Ja, na jó. Közelítünk, úgyhogy majd rakodás után ismét jelentkezek. Én mindig azon gondolkodtam, hogyha mondjuk egy térkép, az én térképem nem jó. És azt mondom, hogy forduljon jobbra, és ott tegyük fel, nincs utca, mert fal van, az utóbbi 35 évben, akkor ön vajon befordul-e? Nem fordulok be, Laci. Rakodás megtörtént. Ide kellett jönnöm reggel 7 órára. Aztán kiderült, hogy itt 8-kor kezdenek, úgyhogy pihengettem egy órácskát, aztán volt egy másik teherautó, még azt is meg kellett várnom, míg megrakják. És aztán most 11 óra van, mostanra végeztem a rakodás, azt nem én csináltam, hanem az itteniek. Viszont az árurögzítést azt én... A második utcán minden jobbra fordul, még te is. Úgyhogy mostanra végeztem vele, és sikerült elindulni. Most elmondom, hogy hova megy a szállítmány, sőt, szerintem meg is fogom mutatni, mert ez egy elég érdekes hely lesz. Nem hiszem, hogy túl sűrűn járnak erre a helyre kamionnal. Ugyanis Luxemburgba, és azon belül is be a városba, a városnak a szívébe kell bevinni ezt a motyót. Néztem az utcaképet, ott mindenféle irodaházak, lakóházak, egyebek vannak. A következő utcán nem, hanem a második utcán jobbra megyünk. Tyű, micsoda BMW. BMW?
szerintem az. Ez a motorkerékpár. Ajaj. Jobbról jönnek, balról is jön. És nem engednek ki, pedig kitoltam az orrát egy kicsit. És nem. De viszont meg át kell mennem a szembejövők sávjába, mert különben nem fogok tudni kifordulni. Úgyhogy azt is meg kell várnom, míg jobbról elkopnak. Szóval az utcakép szerint, amikor az utcakép készült, akkor ott éppen építkezés folyt. Nem is néztem a dátumot, hogy az mikori kép, de nagy valószínűséggel most erre az építkezésre kell vinni ezt az árut. Találtam egy kondenzátort, már itt mellettem, az is kínai gyártmány, megfogtam és akkor átütött rajta, egy körforgalom jön. Úgyhogy érdekes lesz be a város központjába, nagyszerű. Na majd, majd meglátjuk, milyen kalandok lesznek. Gyönyörű szépen kizöldült az erdő, és ez most már nem is tavasz, ez már lassan nyár lesz. Egyik kedves rokonom Facebookra szokott föltenni képet, innen is üdvözöllek, Jani bá, Boldog Kőváralján lakik. Igazából belenyúltam a zsebembe, és találtam egy csokit, de el kell mennem mosakodni, balra kell majd mindjárt menni, addig szerintem állj meg. És ő figyelemmel kísérte a rozsdás farkú fecskéket az eresz alatt, és mostanra már kiröppentek a fiókák. Egy kollega ott megy fönt, meg egy másik kamion is megy. Úgyhogy ez már azt jelenti, hogy itt a nyár, a fecske fiókák már kiröppentek. És ő figyelemmel kísérte, végig fotózgatta a tojásrakástól kezdve az egész költést. És majd akkor elmondom, hogy merre. Lehet, hogy jobbra. És most hétvégén már azt posztolta ki a Facebookra, hogy kirepültek a kis fiókák. Igen, itt van ez az érdekes hely. Laci vissza akar forgatni mindenképpen, pedig én nem fogok visszafordulni, ugyanis be akarok menni Lambakba, még mielőtt úgy nagyon célba venném Luxemburgot. Igen, ide akar befordítani ebbe a szűk utcába. Mondjuk előtte már jelezte, hogy ott teherautós tiltás van. Amire tervezek, tudod mekkora meló? Amelyre tervezett. Sokat jártam már én erre, amikor még kis GPS voltam. Tanítvány. A féle ilyen pada van, tudják, csillagok háborúja, és mondta a nagy GPS, aki már minden utat ismert, ez fantasztikus volt egyébként. Lalibának hívtuk, semmi köze a boroshoz. Szóval, hogy Lalibá mondta, hogy majd amikor ti is megtanuljátok az összes utcát Budapesten legalább, akkor pufázzatok. Ezt azért mondta, hogy mert mindig leugattuk. És ilyenkor mindig ezt mondta. Lali bácsira sokat gondolok. Oké, Laci. Szóval Lambakba bemegyek, ugyanis le kell adni a menetlevelet. És akkor onnan megyek tovább. Hát egy kis kitérő, egy pár kilométer kerülő, de ennyi belefér. És nézd meg itt jobbra is, nem tudom mi ez, búza vagy mi van, micsoda, de hát ez is már olyan nagy, hogy nocsak ez. Még néhány hét, aztán itt az aratás. Repül az idő, gyerekek. Repül az idő. Észre se vesszük, és már megint tél lesz. Sulinak is mindjárt vége. Igen, az is még mennyi, egy hónap talán? Még annyi se. Most május 17-e van. Igen, körülbelül még egy hónap az iskola, aztán annyi. Repül az idő. Tessék, nézd meg, jobbról, balról már, itt bal oldalon is, ezt se tudom mi lehet.
rosszabb, talán. Nem tudom. De az is már azért hatalmas jó. Nagy. Az nagyon jó, hogy ilyen gyorsan is tudsz menni. Itt pedig tőlünk jobbra, itt a szélére, a szélső részen ott másfajta gabona volt vetve, mint beljebb. Legalábbis itt a szélén olyan elég sötétzöld színű volt, a belső rész az meg világos színű. Nem is tudom, hogy ez az úgy miért jó, de biztos van valami értelme, hogyha így csinálták. Na még a végén esni fog az eső. A telepen elintéztem az elintéznivalót. Na mizu, menjünk jobbra. Most irány Luxemburg. Hi, we will go left. Holnap délelőtt kéne odaérni, hát most délmúlt 20 perccel. Van még 700... Jó, ne balra megyünk, igen. 732 kilométer. Hát megyek úgy, meddig megyek. 6 óráig körülbelül. Este 6 óra 50-ig van időm. Úgyhogy 6 óráig megyek. Na itt is milyen nagyra megnőtt már itt jobbra tőlünk ez a gabona. Nem tudom, mi lehet ez. Nem értek hozzá, pedig falusi gyerek vagyok, de ehhez a részéhez abszolút nem értek. A búzát azt még megismerem. Szevasz, kolléga! De hogy aztán az árpa, meg a rozs, meg a zab, ezek hogy néznek ki, azt nem tudom. Szerintem ez itt a búza, itt balra. Ha jól sejtem, az lehet a búza. Aztán az se kizárt, hogy az sem búza. Na mindegy, majd kiderül. Közelítünk a határátkelőhöz, ahol átlépünk Németországba. Itt agyalgatok menet közben, hát az a terv, hogy úgy este 6-7 óráig megyek. Körforgalom! Második járat. Aztán megpróbálok valahol megállni, és holnap reggel korán elindulok. Második járaton, csúcs! Dél előtti órákban kéne odaérni a lerakóhelyre. Elvileg sikerül, elvileg menni fog. Megközelítem Stuttgartot, mert ott az a kritikus pont, a Stuttgart. Ott elég macerás a helyzet. Nézzük, mik a hírek a Braunau határátkelőnél. Jó, múltkor szombaton jártam erre, akkor semmi probléma nem volt, simán lehetett menni. És úgy látom, hogy most is szépen, kényelmesen, gond nélkül. Tartályos, ez már nagyon erőlködött itt mögöttem, aztán nem bírta tovább a gyűrődést, és most itt kettőnket le megelőzött. Ó, ott jön a következő, Renault
Omagnummal, igen. Hadd menjen a kis ilyen. Itt van ez a dolog, amit beállítottál, hogy úgy szeretném még ide beugrani és utána tovább menni. A bal oldalon tudsz parkolni, remélem. Innen úgy látszik, hogy van hely, valahogy old meg. És akkor utána is ilyessünk. Annyira lelkes vagyok. Na itt mire készülnek? Itt van egy tábla letakarva. Kíváncsi vagyok abból, mi lesz. Na megérkeztünk. Nem a végéhez, hanem hogy a feléhez. És akkor csináld a dolgot. Ne akarod zavarni, de ha valaki megég mondjuk egy lakástűzben, akkor kap kedvezményt a hamvasztásnál. Hát hogy ne, Laci. Megérkeztünk Németországba. És itt is ugyanolyan zöld minden, mint Ausztriába. De nem még egy picit gyorsan, csak kérdezem. Nem, Laci, itt már vége volt a 60-as korlátozásnak, úgyhogy innen már, mivel autóút, lehet menni 70-nel. Németországba járunk. Itt is szépen virágzik a repce. Szerintem ez repce. És a többi az meg szép zöld. Minden. Rövidesen érkezünk ahhoz a szép hosszú lejtőhöz, ahol 50 km per órás korlátozás lesz a kamionoknak, de majd innentől, igen, itt kezdődik. Tőlünk balra meg vágják a füvet, talán szép kövér a legelő. Kövér a fű a mezőn? Nem is tudom, hogy lenne ezt helyes megfogalmazni. A parkoló már eléggé megtelt a mindenítés, nekem még van 40 kilométerem a másik parkolóig, amit kinéztem. Remélem, hogy lesz ott valami hely, mert tovább menni meg nem akarok. Stuttgartnál útépítésbe kezdtek a múlt héten, és ott katasztrofális állapotok uralkodnak napközben. Főleg így este, most már 17 óra 50 az idő. Megérkeztünk itt ehhez a szép hosszú lejtőhöz és a szépséges dombok közé. Amit kinéztem, az egy elég nagy parkoló, úgyhogy ott megpróbálok leparkolni. Majd meglátjuk, hogy sikerül. Remélem, hogy sikerül. Ha nem, akkor meg megyek tovább. Aztán a múltkor jártam én ott egy főúton, ahol találkoztam ilyen parkolóval. Jó, nem benzinkutas, de ilyen útmenti kis félreállós parkoló, hát ott holnap hajnalig csak kibírom. És aztán úgyis holnap hajnalba korán akarok indulni, hogy a stuttgarti reggeli csihipuhit elkerüljem. És még holnap délelőtt oda is érjek Luxemburgba. Itt vagyunk a benzinkútnál, amit kinéztem. Hát nem tudom, lehet, hogy itt be kellett volna állnom a sor végére? Vajon jó ötlet ez, hogy én itt tovább jöttem? Mert van itt egy oltári nagy parkoló. Megnézem, hogy hát ha ott lesz hely. Majd simogatom meg a buksi fejeckédet, újra tervez a bácsi, jó? Mert ugye van, hogy így megállnak már a bejáratnál, aztán a parkolóban meg még ott vannak a helyek. A kollega jön jobbról, elenged. Ó, de rendes, köszönöm. Ja, de van neki táblája, azért enged el. Jó van, azt én nem láttam. Erre mutatja, hogy Stuttgart meg teher parkoló erre. Biztosan izi her, tartsunk balra. De itt lehet kimenni a 8-asra, mert itt építkeznek. Ott nem lehet kimenni a 8-asra. Hát
Hát igen, eléggé be vannak itt sűrűsödve a népek. Mondjuk időm az van, még bőven tudnék menni, de ha most neki megyek Stuttgartnak, akkor ott vége a dalnak. Azzal csak elmegy a, az idő. Ödös egy ember vagy, újra tervezek. Figyelje a száma, jobbra! És lehet, hogy itt a parkolót is bővítik? Na mindegy, hát eljövök én erre hátrafelé. Majd simogatom meg a buksi fejeckélet. Újra tervez a bácsi, jó? Ez is egy ilyen parkolóhelykeresős videó lesz. Aha. Itt már a kollega félre tolta. Menj szépen egyenesen, de csak addig, amíg jobbra nem kell menni. Hát fiam, az hoppá, akkor átköptem, utána balra. Igen, hát itt a kanyarban nem állok meg. Na, üvegszállítós kollega, vajon mi lesz veled? Újra tervezés. Ha lámpa van, akkor a zöldnél kell befordulni jobbra. Ha nincs lámpa, akkor bármikor, amikor nem jön senki. És aha, utána... Aha, elakadási jelzőt villogtat egy kollega. Arra felé nem tudok menni. Amikor az ember GPS, akkor ilyeneket mond, hogy balra. Oké, okay, Laci. Simogatom meg a buksi fejeckélet. Újra tervez a bácsi, jó? És ott szembe a személyautóparkoló, vajon? Jobbra. Igen, az ott személyautóparkoló. Szállítós kollega is már ide a szélére tolja magát. Ajjaj. Tartsunk balra, az jó lesz. Én itt félreállok egy percre, aztán megnézem, hogy vagy nem nézem meg. Csinálok neked egy új, nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? Itt befordulok balra. A kollégák után. Forduljunk-e balra, mi baj történhet? Igen, ezt mondom én is, Laci, hogy itt befordulunk balra. Aha, igen, a kollega ott már megtalálta a személyautók helyét. Na kérem, gyalogosokat elengedtem, aztán megnézem, hogy hát ha lesz itt valahol valami hely. De oda a személyautós helyre nem akarok bemenni. De hát itt visszajutok ugyanoda, ahonnan jöttem. Jó, óriási. De ugyanoda visszajutottam. Érdemes balra tartani. Jön mögöttem egy személyautó, remélem, hogy ki fog kerülni. Na, itt megállok, megnézem, hogy hol is van az a parkoló, amit én a múltkor kinéztem. Na, megnéztem, hogy hol van ez a parkoló, ahol a múltkor ácsingoztam. Úgyhogy elmegyek oda, hát ha ott van hely. Jó, nem volt egy túlzottan nagy parkoló. Három-négy kamion fért el benne, de ez egy főút mellett van, úgyhogy van rá esély, hogy ott még talán lesz hely. Meglátjuk. Újra tervezek, tudod mekkora meló? Jó, Laci, újra tervez, én meg
nyomok egy kövér gázt és gyorsulunk. Repülőtér! Stuttgarti repülőtér, egy gép ott száll fel, egy másik meg gurul szemből. És mindjárt le kell menni itt a pályáról. Luftracht! Erre felé még nem jártam. Itt a stuttgarti repülőtér alatt megy át az út. Úgy láttam, és Tom barátom is itt dolgozik valahol. Hát most egy kicsit elveszítettem a fonalat. Várja, és itt csak a belsőből lehet balra kanyarodni? Azért áll itt mindenki belül? Vagy hogy van ez? Na. Jobb oldalon lehettem a térképet, de szerintem balra. Lehetett volna, de úgy látszik, azt meghagyták az egyenesen haladóknak. Jó, és itt most lemegyünk az autópálya és a repülőtér alá. Be az alagútba. Ja, nem? Önnek elkódoltam az egész autóját. Ahhoz, hogy megadjam a kulcsot, itt megyünk majd a bankszámlának kellene átutalni egy nagyobb összeget. Egyenlőre csak az autópálya alatt kellett átmenni. Index balra, kormány balra, megyünk balra. Na, az a lámpa egyenesen haladóknak piros, nekem még zöld. Hurrá! Megyünk balra. És most megyünk be a repülőtér alá. Mármint a kifutópálya, meg guruló, meg mindenfélék alá. És átjöttünk a reptér alatt. Na itt is ez a sáv, ez üres. Pedig ez is balra kanyarodó. Vajon miért? Balra! Valahol itt dolgozik Tom. Tomi barátom. Akivel találkoztunk már az egyik videóba. Eljött hozzám egy péntek este. Ő itt él Németországban is, és itt is dolgozik. Na, ödül a lámpa, ez meg gurul hátrafelé, elfelejtettem bekapcsolni a hátra gurulást meggátló elektronikát. Igen, ez az, hogy nekem itt balra kell menni, azért volt ez a sáv üres. Mert ők itt a helyiek már tudják, és beenged, te rendes öcsém, személyautó, és beenged. A helyiek már tudják, hogy itt az a sáv arra felé fog menni. Azt a játékot fogjuk játszani, csak így, az ön autójában, csak most, csak önöknek, csak ezen a gyönyörű szép napon, amely tulajdonképpen szerda, vagy valami más, hogy követjük a főutat jobbra. Oké. Figyelek, Laci, nagyon figyelek, mert itt még nem jártam. Erre felé még nem jártam. És nem szeretnék semmi olyat csinálni, amiből probléma lehetne. Milyen érdekes a templomnak a teteje. Mindjárt meglátjuk közelebbről. Nem tudom, mik azok a sárga dolgok, lehet, hogy ilyen réz, hófogó, valami, nem tudom. De úgy néz ki, mintha nem régen újították volna fel. Na. Ah, váltott a lámpa. Igen, még nem itt, hanem ott a következő lámpánál, ott kell nekem elmenni jobbra, ahol zöld a lámpa. Kövesd a főutat, és akkor főleg jobbra. Igen. Mi ez a szar zene, amit hallgatsz egyébként? De gyanítom, hogy holnap majd ennél kacifántosabb helyre kell menni, ott Luxemburgba. Majd meglátjuk. Mondjuk ez nem is különösebben kacifántos, mert el lehet férni szépen, kényelmesen.
megyünk a főúton, semmi gond. Itt egy rendőrautó, meg lehet, hogy a rendőrség is itt van, mintha valami policiai feliratot láttam volna. Kizöldült a lámpa, akkor most nem állok meg itt. De nagyon szép kis település ez is. Napellenzőre már nincs szükség, azt felemeltem. És ki is érünk a településről mindjárt, ahogy látom. Néhány kilométer és ott lesz a parkolóhely. Itt meg még virágzanak a gyümölcsfák. Közelítünk, és a szembe oldalon van hely a parkolóba. Azt nézd meg. Akkor visszaforduljak, álljak be oda. Macsoda tudja, mert az tuti. Most nem tudom, hogy az én oldalamon van-e hely, és akkor ott utána vissza tudnék-e fordulni. Hát visszafordulok én, az a biztos. Az a biztos, mert ott van hely, az biztos, és ez a parkoló, ami az én oldalamon van, ez se nagyobb. És ha ott bent áll három kamion, akkor vége a dalnak. És nem tudom, hogy utána vissza tudok-e fordulni. Ezt a helyet a múlt héten sikerült felfedezni Tom barátom segítségével, mert ott a repülőtérnél volt valami baleset. Újra tervez a bácsi. Jó. Itt a te lelki ismereted. Balra kell menni. Élesen. Ja igen, Laci itt vissza akar fordítani. Élesen, majd balra. Nem majd, most. Mondták a rádióban, hogy a repülőtérnél baleset történt, és csihi-puhi, meg minden. Hatalmas dugó, nem tudom én hány kilométeres tau, és akkor Tommal beszéltem az Zellón, hogy na mit tud erről, és hogy hogy lehetne ezt kikerülni. Újra tervezés. És akkor ő ajánlotta ezt az útvonalat, ezt a 27-es számú főutat. Egy körforgalom. Milyen helyes kis körforgalom következik? Egy plusz 8-10 kilométer megtételével ki lehetett kerülni az autópályát. Autópályának azt a reptéri szakaszát. Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára. Na, szedlacsek. Hajtsunk ki a jobb oldalon. Jó, és akkor nézem a térképet. Valahova majd mindjárt eljutunk. Hát sajnos ez nem az a hely, ahol van vizes blokk, mert hát ez van. Ez van, de az autópálya mellett meg esélytelen. 6:45 lesz mindjárt, és esélytelen volt, hogy én bármit is ott találjak parkolóhelyet. Úgyhogy itt szépen félreállok. És aztán ennyi. Legfeljebb majd, ha az a személyautó elmegy onnan, ha elmegy, akkor majd még előrébb állok. Hogy még mögöttem is elférjen valaki, vagy itt maradok, és akkor még elém be tud állni egy másik kamion. Ja. Lehet, hogy az lesz, igen. Megjöttünk, itt lesz az éjszaka.
Jó reggelt kívánok! 2016. 5. hónap 18-a van. Szerintem egy szerdai nap. Szépen óvatosan ki kell jönni, nehogy beakadjunk ott a tartálynak a végébe. Ugye itt este rá beállt ide még ez a tartályos kollega. Igen, hát éppen-éppen, hogy eljön. Ja. Az éjszaka szépen eltelt. Szerencsére nem volt semmi különös. Na, szedlacsek. Hagyjuk ki a jobb oldalon. Jó, és akkor nézem a térképet. Valahova majd mindjárt eljutunk. Oké, Laci. 5 óra van. Úgyhogy remélem, hogy itt most 5 órakor még ez a stuttgarti reggeli csúcsforgalom még nem indul be. És kényelmesen Mennyiben jól tudod, és van jobb oldalon kihajtása lehetőség, akkor hajts ki. És igazából ez, hogy... Hajts ki a jobb oldalon, én úgy gondolom. Ez, hogy itt most visszafordultam, ez körülbelül ennyi, egy 3-4 kilométernyi kerülővel járt. Újra tervezzek? Nem, csak vicceltem. Balra kell majd menni. De így ez volt a biztos, mert ki tudja, hogy a másik irányba lévő parkolóba ott lett volna hely, vagy nem. Ilyenkor én inkább fordulj balra, szerintem. Biztos megoldást választom. Hát ez kérem. Itt ez a kritikus szakasz. Belefogtak egy útépítésbe. Most gyönyörűen lehet haladni, de napközben itt katasztrófa. És itt ki van téve kiegészítő tábla oda fölülre, hogy Karlsruhe felé itt kell menni. Ebbe a sávba, mert normál esetben itt balra tartva kéne haladni. De most viszont le vagyunk ide terelve. Egy kollega meg nem tudom. Aha. Igen, ő is észrevette a dolgot. Úgyhogy kéjjebb jött egy kicsit, és aztán még kéjjebb kell neki jönnie, mert itt nekünk le kell mennünk jobbra. Itt mutatja a tábla, legalábbis ha ő erre felé akar jönni. De ha nem erre akar jönni, mármint nem... Hoppá! Az ökör! Ezt láttátok? Az igen. Kamion előtt keresztbe. Ödös egy ember vagy. Újra tervezek. Most jött rá, hogy ő mégiscsak Karlsruhe felé szeretne menni. Hallgasson nagyon hangosan valami zenét, addig sem hall engem. Hát ez meredek volt, gyerekek. De megúszta. Mondjuk így messziről nézve... Felmegyünk az autópályára, kezd izgi lenni. Húzósnak látszott, de nem tudom mekkora hely lehetett ott. De nem túl sok, az biztos. A kamion és a furgon között. Menjünk fel az autópályára. Félsz mi? De egyébként mivel foglalkozol? Barátkozzunk. Oké, Laci. Szóval itt emiatt a terelés és egyéb miatt
itt napközben eléggé cirkuszos a helyzet, úgyhogy most reggel így még simán át lehet rajta menni. Na, Stuttgart, Karlsruhe, leküzdve sikerült még a reggeli csúcsforgalom előtt átjönni, és most már itt a 10-es számú főúton haladunk a hegyek, dombok között. Egy darabig ilyen Bundes úton kell menni, és aztán utána majd megint lesz egy kis autópálya. És itt is vannak alagutak. És errefelé is szép zöld minden. Még a sziklák is zöldek ott szembe. Jó, oké, ez csak vicc volt. Nem, ott vannak azért elég szép kis sziklák is ott a hegytetőn. Még mindig a 10-es számú autópályán jár, autóúton. Tőlünk balra színes bikák a fűbe. Ugye a teheneket azt lehet látni itt ott, de bikát én még nem láttam ezen a helyen kívül. Hurrá! Ismét autópályán. És ez itt a 8-as számú autópálya. Látszik itt egy felirat, ami azt jelenti, tudomásom szerint, beleszólt az elló, szóval tudomásom szerint azt jelenti, hogy a 6-os autópályáról Franciaország irányába, Saarbrücken irányába, ott van 3,5 tonnánál nehezebb és 2,1 méternél szélesebb járművek le vannak tiltva. Ugyanis valami fölüljáró, vagy híd, vagy nem tudom én micsoda, olyan statikai állapotba került, hogy le kellett zárni a teherautók elől, és ezért erre felé vagyunk elterelve. Holott nekem is azt adták meg útvonalnak, hogy Saarbrückennél kell átmenni, de hát aztán írtam a vezénylőmnek, hogy nem lehetséges, mert ott vanni. Még a 3,5 tonnával úgy van az ember, hogy van ez annyi, oké, de az a 2,1 méter szélesség az már nem fér bele. Úgyhogy így ebbe az irányba vannak terelve a teherautók. Na, gyerünk gyerekek, menjetek. Ha már elkezdtetek előzni, akkor nyomjátok a gázpedált, hogy előzzük meg minél előbb a lassabban haladókat, és akkor nem lesz stau. És még néhány kilométer, egy 50-60 kilométer, és Luxemburghoz érkezünk, majd lehet, hogy az lesz még 70 is. Na majd meglátjuk. De elvileg 10 óra magasságába kéne odaérnem a lerakóra. Nézd meg, ő is indexel, de a gázt azt nem nyomja, hogy esetleg fölvegye azt a tempót, amivel itt a többiek haladnak. Megyünk továbbra is a szép zöld dombok között. Tőlünk jobbra, épp most takarták el a fák, az emblémát, a Ford gyár látható. Dillingen, ha igaz, ami a táblára van írva, akkor ez itt Dillingen nevű város. Jobbra kell tartani. Jobbra.
jobbra, komolyan. Én itt voltam legutóbb, és később már nagyon nehéz lesz kihúzódni. És meglehetősen nagy területen fekszik ez a Ford gyár is, ahogy látom. Mint látható, rövidesen Luxemburgba érkezünk, még 3 kilométer, és itt a Mosel folyó völgyére rá lehet látni úgy nagyjából. Mert a német-luxemburgi határ az a Mosel folyónál van. Megérkeztünk Mosel folyó, mint ahogy a táblán is látható, és aztán átlépünk Luxemburgba. A luxemburgi úthasználati díjat azt most interneten intéztem. Rátaláltam én a jó múltkor az interneten egy ilyen Eurovignetta Booking című oldalra, és ott tankoló kártyával el lehet intézni a napi jegyet. A Luxemburgba járunk, és legutóbb, mikor itt videó készült, már akkor elkezdték építeni itt ezt az autópályának ezt a szakaszát, ami itt még hiányzik. És azóta már egész jól haladnak. Nem tudom, hogy milyen nemzetiségű cég csinálja ezt, de itt is ezt az új technológiát használják, hogy nem betonoznak alá, hanem ezt a darált betont leterítik, azt összetömörítik, és akkor arra húzzák rá az aszfaltot. De biztos jó ez is, meg gondolom költséghatékony. Itt lehet látni, hogy ilyen darált beton van szépen letömörítve. Év végére kész lesznek vele, véleményem szerint. És mint látható, Luxemburgban is sárga a repce, zöld a fű, meg a fák is zöldek. És most jön, ami még nem volt. Megyünk be Luxemburg városába, mert ugye az autópályák itt találkoznak, és itt már van egy 7,5 tonnás tábla, ami a tranzit forgalmat tiltja, de mivel én idehoztam árut a városba, ezért véleményem szerint bejöhetek, úgyhogy be kell vinni valahogy a motyót, úgyhogy megyek befelé. Itt van egy 4 méteres magasságkorlátozás. Szerintem az pont jó. Szemből érkezik egy kamion, úgy szintén, úgyhogy ez számomra megnyugtató. Ez egy olyan okos kegyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, hogy utána ne kelljen tülekedni. Jobbra. Aha, itt lesz valami alagút. Legalábbis azt írta, hogy a tunel, nem tudom én milyen tunelnél, van 4 méteres korlátozás. És hát gondolom, hogy ez az. Utána fordulj balra. Itt kijöttünk az alagútból. Balra kell menni. És majd elfordulunk balra. De ez itt elég érdekes, azok nekem egy jármű forgalom elől elzárt területnek tűnik ez a csíkozás. De viszont van itt szaggatott vonal, ami meg azt jelenti, hogy innen át lehet menni. Úgyhogy átmentem. Ez itt egy pályaudvar.
alattunk, jobbra-balra. Újra tervezzek? Á, nem, csak vicceltem. Balra kell majd menni. És itt van a City. Hát itt én hagyom a kamerát bekapcsolva. Várjál, itt kell nekem balra menni? Nem itt kell balra menni, még egyet tovább kell menni. És majd amott. Nézd meg, buszpályaudvar, vonatpályaudvar, és majd ott itt, várjál, itt a következő lehetőségnél, itt az épület mellett, ahol a személyautók mennek, ott kell nekem balra menni? Acsoda tudja! Na majd mindjárt meglátjuk, de szerintem az lesz az. És itt ez az építkezés. Nagy valószínűséggel ez lesz itt az enyém. Legtöbbször azt szoktam mondani ilyenkor, hogy egyenesen, de inkább menjünk balra. Igen, itt kell balra menni. És hol a fenébe fogok én itt megállni? Vajon? Itt az utcába. Ajje. Mert nem ez az építkezés az enyém szerintem, hanem az utca, amit megadtak, az ott a következő utca jobbra. Induljunk szépen jobbra, aztán majd kiderül. És utána ott leszünk. Na, hova jöttünk? Hova jöttünk? Hát gyerekek, én itt nem is tudom, jobb oldalon, bal oldalon, valahol félre kéne állnom, aztán körülnézni, hogy hova is kellett hoznom nekem ezt a motyóreszt. Hát itt én megállok elakadásjelzővel. Úgyhogy azt a bejáratot azt ne álljam el. Aha, itt lesz az az építkezés itt szembe. Szerintem. Na, úgy látszik, megérkeztünk. Nyissunk pesgőt. Ahogy Laci mondja, nyissunk pesgőt, megérkeztünk. Hát remélem, hogy itt nem nagyon leszek útba senkinek. Na, megyek, körülnézek. Na kérem, jó helyen járok. Itt van az építkezés, és elméletileg itt fogják leszedni az árut. Ah, most csukja le a sorompót, amikor mondja a csávó, hogy jöhetek befelé. Aha, most nyitják is. Kapcsolok egyesbe, így hát, ha könnyebb lesz. Igen, igen, most már jöhetek ide. Hát éppen, hogy cipőkanállal befér a nyerges, de aztán innen valahogy ki is kell majd menni. Ott mutatja hátul a jó ember, hogy mehetek. Jó, oké. Na, valahol itt fogják majd leszedni az árut. Na kérem, úgy van, ahogy gondoltam. Ki kell tolatnom innen, ahova sikerült orral lepasszírozni a szerkezetet. Hát most nem veszek föl fejkamerát, de szerintem innen is lehet majd látni, hogy nem túl bőséges a hely, és jobbra-hátra kell tolatni. Hátul áll az ember, aki segít, bejönni is segített, és most nem látok már belőle semmit. Lenne nem elvinni semmifélét. Jó, most kicsit előre jövök, mert ez így nem lesz jó. Most újból megpróbálom megtörni még jobban a hátulját.
az elejére is kell figyelni. Az is, hogy merre megy. Ott pont nem látom az embert, hogy mit mutogat, mert úgy állt be, hogy nem lehet látni. Na mindegy, itt megpróbálom jól alátörni. Remélem kiabálni fog, hogyha valami nem stimmel. Nem jó, pedig... Megpróbálom. Más aspektusban... Geh ran! Újból nekifutok, szűkebbre kell venni. De hát itt én a tükörből úgy láttam, hogy ez már igen-igen érintőre volt véve. Ez nem tetszik, majd tovább pörgeti, de én most itt nem kapcsolgatom a kamerát. Ez a jobbra hátra, ez itt a baj, hogy itt nem igazán lehet látni a jobbos tükörből, hogy pontosan mi is történik. Most talán sikerül egy kicsit szűkebbre venni. De itt a homlokfalnak meg a másik oldalon el kell mennie. Ugyebár az is nagyon necces, minden nézve. Újból, de hát ha bejött, akkor kifelé is el kell neki menni. Na most talán jobb lesz. Mutatja a fickó, hogy mehetek. Jó. Oké, megyek, csak ez az automata, vagy automatizált, vagy mi a búbánat. Ez nem olyan egyszerűen adja magát. Merci! Merci beaucoup! Oké, merci! Hova? Ciao! Ha jól láttam, azt mutogatta, hogy itt balra. Ó, édes Istenem, nehogy fölmenj a járdára véletlenül két kerékkel, mert akkor még el is férnénk egymás mellett. Újra tervezés. Most balra fordulósat játszunk. Na. Megyünk balra. Nem fogok tudni befordulni tőled, kedves. Vényi. Itt nekem balra kéne menni, nem tudom miért mondta ő, hogy menjek jobbra. Vajon?
Vajon miért balra, nem hattak? Kormány, balra, megyünk balra. De benézek én ide balra, hogy mi van akkor, ha én balra megyek. Meg megnézem itt Laci térképén, hogy mi van akkor, ha jobbra megyek. Hát az nekem nem jó, ha jobbra megyek. Bocsika! Köszike! Erre felé jó nekem, így jobbra. Nem túl türelmes. Nem volt túlzottan türelmes ez az ember. De valószínű látta, hogy nézem a navigációt, hogy merre is menjek. Na hát remélem, későbbiekben sem kell túl sűrűn bejönnem Luxemburgba. De azért ez így eléggé érdekes volt, de megoldható. Igen, most a buszsávot engedné a lámpa. Hapci, a mindenit. Megyünk jobbra, és föl ide a felüljáróra. És innen már sinem vagyunk. Azt ismered, hogy hol van a vakbél? Bemény és balra. Enyhén jobbra megyünk. Igen, ott van a 4 méteres magasságkorlátozás, ami engem nem zavar. Ja, és közben megjött egy üzenet, hogy menjek Németországba. Jé, itt is van ilyen dupla csuklós busz, nézd csak! Jobb ott van szemben. Nem Árpád, enyhén jobbra. Olyan, mint ami Metzbe is van Franciaországba. Duplán csuklós busz. Nagyszerű. Autópályán vagyunk. Hihetetlen. Minden megmaradt egészbe, számukra semmit nem bontottam le. Nőneműek, miért? Kerek. Úgyhogy teljesen jó. És hogy az jön? Irány Németország. Itt az építkezés túlsó vége. Ugye itt van ez a 2-3 kilométer. Hát 2 kilométer, 3 kilométer, nem is tudom, de nem egy nagy távolság, amit évek óta hiányzott az autópályából. És most úgy látszik rendeződtek a dolgok, és megcsinálják na, ezt a szakaszt. Megpörgetjük, lesz egy körforgalom, és akkor utána jó, kimegyünk az egyesen, már hogy az első kijárat, amit a bense lettünk volna. Ezt igen is. És az építkezésen, ahol voltam, találkoztam magyarokkal, ott dolgoznak. Azt mondta a fiatalember, hogy dolgoznak ott többen. Ők ott hirtelen ketten voltak, éppen cigiszünetet tartottak, és akkor nézték a rendszámot, hogy magyar rendszám, és akkor oda jöttek. De mondja, hogy vannak ott többen, vannak csőszerelők is, akik itt kint dolgoznak. Úgyhogy kicsi a világ, és szerte szétszaladtak a magyarok dolgozni. Na és ott a sárga repce után ott van a másik vége. Úgyhogy ez a rövid kis szakasz, ez hiányzott itt évek óta. Korábban már mondtam, hogy nagy valószínűséggel, legalábbis véleményem szerint a földnek a gazdájával nem sikerült megegyezni eddig.
hogy átmehessen az autópálya a földjén. Ezért nem volt eddig itt autópálya, és most meg lesz itt is. Hoppá, ott robbant le? Ja nem, jó, azt hittem, hogy ott robbant le egy autó, de látom, hogy az nem is lerobbant autó, hanem talán rendőr. És ott ellenőrzi a érkezőket. Igen, így ahogy gondoltam. Ismét itt vagyunk Mosel folyónál. Luxemburgi oldalon Schengen, a német oldalon pedig Perl. És megérkeztünk Németországba. Nem tartott sokáig ez a luxemburgi utazás. Én úgy gondolkoztam, hogy egy napra vegyek, vagy két napra vegyek ilyen úthasználati díjat. De aztán úgy voltam vele, hogy megveszem egy napra, azt ha véletlenül bent ragadok, akkor meg megkérem a vezénylőmet, vagy valakit, hogy intézzem az interneten. De hát nincs rá szükség, mert valamikor 9 óra körül beléptem Luxemburgba, most meg van 12 óra 20 perc, most pedig kiléptem Luxemburgból, úgyhogy ennyi volt már a Luxemburg. Látom, ez a kollega jobban meg van rakva. Ez a paripa pedig üres, úgyhogy csak az önsúlyát kell föl vonszolnia itt ezen az emelkedőn. Kérem, rakodás meg volt, eljöttem a felrakóhelyre, és most irány lerakodni. Ulm közelébe lesz a lerakás holnap. Holnap délelőtt kell lerakni. Körforgalom lesz, a harmadik kijárat. Nem is néztem még pontosan, de mindjárt ránézek, míg lecsorgunk a körforgalomba. Holnap 10 órás lerakás, és 301 néhány kilométer, 315 kilométer. Nem tudom, ma odaérek-e. Nem biztos, hogy ma én oda akarok érni. Mert ugye megint ott van nekem Stuttgart. És az második kijáratot. Nem, harmadikon menjek én. Na mindegy, majd kitalálom még, hogy mi legyen. Egyelőre ennyi van, hogy elindulok a lerakóhely felé. Aztán majd útközben kitalálom, mert hát tulajdonképpen holnap 10 órás lerakás. Nem menjél soha, hogy nem, akkor most ha reggel, csak hogy egyáltalán eszedbe se jusson. Átvergődök Stuttgarton, akkor onnan simán oda lehet érni 10-re, ha csak nincs valami katasztrófa. Na majd meglátjuk. Még kitalálom, mire odaérek, mert még addig van egy pár kilométer. Egy német kis város, nagy falu, nem is tudom mi ez, ahol vagyunk éppen, de jól néz ki. Rendezett, mint úgy általában mindenfelé. Mondjuk előfordul itt is egy-kettő olyan épület, ami egy kicsit olyan elhanyagoltabb. Mint például itt is bal oldalon úgy néz ki, hogy ott nem nagyon rendezgették meg ott a bokrokat, sövényeket. De a jelentős része, a nagy része az szépen rendben van tartva. Ja, balra. Jó van, nézem a táblát, mondom, úristen, 3 méter magasságkorlátozás, 7,5 súly. Azt, amikor jobban megnéztem, akkor látom, hogy balra irányba vonatkozik ez. Úgyhogy engem nem érint.
napelemek, napkollektorok a házak tetején. Én azt hallottam, hogy amit ott arra mifelénk kerítésre költünk, azt itt a németek napelemre költik, és sokkal jobban járnak. De hát sajnos nálunk muszáj kerítést építeni, mert ha nem lenne kerítés, akkor úgy gondolnák, hogy szabad a préda, szabad a vásár, aztán esetleg széthordanának mindent. Mondjuk így is előfordul, hogy ha van kerítés. Én láttam már balesetes képeket, tűzoltóság.hu. Úgy is előfordul, hogy van kerítés, de hát azért az akkor annak már valami látszata van, hogy itt valami történt. Itt erre felé meg nem is nagyon csinálnak kerítést. De most pont ellent mond itt ez a rész, mert itt van kerítés a telek határnál. Aztán lehet, hogy azért van, hogy a tyúkokat ki tudják engedni. Ne menjenek szerte szét azok a baromfiak. De itt vannak a bikák, most a másik oldalról lehet őket szemrevételezni. Itt talán jobban látszanak. Mindenféle színű bikák. Érdekes. Itt már autóúton járunk, és igen komoly kerítést építettek ide jobbról-balról. Mi van? Átfestjük az autót pirosra? Belül? Laci szerint meg lassabban kéne menni, de hát nem megyek gyorsan. 74-75-tel, ő szerinte meg 50-nel kellett volna. De. Szóval ezt néztem, hogy milyen komoly kerítést építettek itt jobbról-balról. Csak hát ez sem tart sokáig ez az autóút. Egy, nem tudom, 10-15 kilométer, és utána ilyen egy sáv oda, egy sáv vissza. Ilyen út lesz belőle. Ja, ez a 10-es számú főút, ezt el is felejtettem mondani. 10-es számú főút. Landau felé megyünk? Landau felé, igen, igen. Itt a hegyek között. Pirmasens, Landau. Ezek a nagyobb városok vannak errefelé. Balra föntön elég érdekes szikla látható. Ilyen nagyon rétegeződött. És aztán meg ilyen egyhangú, szép zöld a táj. És van még vagy 20 kilométer körülbelül, hogy elérjem az autópályát. És innen azért egész jól be lehet látni itt a völgyet, hegyeket, dombokat, mik ezek. Szembe fönt ezek is érdekesek, ezek a kőlapok így egymáson, azt hinné az ember, hogy ott lepotyog. Aztán lehet, hogy potyog is belőle, nem kizárt. De Waberelszes kollégák már lepihentek. Megérkeztünk az alagúthoz, csak most másik irányból. De itt van több alagút is, vagy három, ha jól emlékszem. Itt érdekes, mindegyik dombtetőn ott van egy vár. Vár maradvány. Ott is egy, amott is egy. Látszik, annak idején ezt a vidéket nagyon kellett védeni, vagy
lehet, hogy ebből az irányból tudtak bejönni itt a völgybe az ellenség, és innen belátták az egész völgyet, és azért építették oda a várat, a csoda tudja. Itt már vége, kijöttünk a hegyek közül, a szőlők közé. Itt ezen a részen elég sok szőlőültetvény van. Jobbról, balról. Azt hiszem, ezt már egyszer elsütöttem, de most elsütöm még egyszer, hogy itt terem a méltán híres német bor. Majd a borszakértők ezt jól megmondják, hogy igazam van, vagy nincs igazam. Megérkeztünk az autópályára. Robbanjunk be közéjük, hajtsunk fel az autópályára. Mi? Hanyas számú autópálya? Ez pedig egy jártam már itt. Dolgok. Hát illetve neked van vezes, jó? És mondjuk ne tapossan senkit, de azon kívül tulajdonképpen a világos semmi. Én nem tudom, nem is nagyon akarlak a szóval tartani, ez alatt mondjuk például felhívhatnád a családot kihangosítóval. Szerintem az jó hetsz. Meg hát az ember az ilyen üresi óráiban tudja megcsinálni azt, amit kihagyott máskor. Pedig általában elfelejtjük szeretteinket, már úgy értem részben, nem hívjuk fel őket, nem. Na és, hogyha fél órával azelőtt jöttél el otthonra, akkor is fognak örülni neked. Hát vagy nem. Ez a két lehetőség van. 65-ös számú autópálya. Megyünk Karlsruhe irányába. És hát azt nézem, hogy ha lesz itt valami parkoló, akkor megállok én itt. Nem emlékszem, hogy van-e itt ezen a szakaszon parkoló. De van még a 13 órához 25 percen. És hát Karlsruhéhoz nem nagyon akarnék lemenni, mert ott már biztos, hogy nincs parkoló. És a 8-as útra meg már nem jutnék el. A 13 órán belül, így hát úgy döntöttem, hogy inkább holnap korábban elindulok, egy kicsivel korábban elindulok, hogy azt a reggeli stuttgarti dolgot elkerüljem, és most itt valahol, nekem úgy rémlik, hogy valahol van itt egy parkoló, de majd meglátjuk. Jól emlékeztem, vagyis hát nem jól emlékeztem, mert... Azt nézem, hogy hát arra kéne menni, majd. Nem jól emlékeztem, vagyis hát bíztam benne, hogy lesz ott parkoló a pálya mellett, de nincs. Nincs parkoló, úgyhogy... Fordulj balra, szerintem. Úgyhogy most kijövök én ide ebbe a ipari zónába. És akkor itt megállok az útszélén éjszakára, jobb híján. De nem akarom túllépni a 13 órányi vezetés, vagy munkaidőt. Ez van előttünk. A harmadik járat a tevékenységi időt. Már csak egy pár percem van, meg egy pár száz méter. Úgyhogy rövidesen odaérek. Az a helyzet, hogy nem volt hely, tele volt az egész utca. De mi lenne, ha bemennénk a körforgalomba, és az első kijáraton kijönnénk? És közben meg az időt is átléptem, a tevékenységi időt, úgyhogy most már tök mindegy, innen van még 2 órám. Mehetek, úgyhogy megyek. Megyek, majd valahol ott Stuttgart előtt megállok. Menj szépen egyenesen, de csak addig, amíg jobbra nem kell menni. Azt holnap reggel folytatjuk. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 2016. 5. hónap 19-e van ma.
reggel 5 óra 10 perc. Tegnap este itt Stuttgart előtt sikerült megállnom az autópálya mentén. Fölébresztjük Lacit is, ne aludjon. És meglódulok, hogy még a reggeli csúcsforgalom előtt sikerüljön átérni Stuttgarton. Majd meglátjuk. Kicsit esős volt az éjszaka. Hát ez van. Na go! Indulás. Látom, nem egyedül gondolkodok így, hogy korán el kell indulni. Elég sokan megindultak már. Remélem nem jön senki. A lerakás időpontja, és elvileg 2 óra alatt oda lehetne érni, de én inkább oda megyek korábban, aztán legfeljebb ott várok, elintézem a dolgokat, mint hogy azt most innen elindulok, tudom én 7 órakor teszem azt, és nem érek oda 10-re, csak 10:30-re, akkor abból esetleg probléma lehet. Na hát tisztelettel, autópályán haladunk Stuttgart irányába. Majd jelentkezek, hogyha lesz még valami. Itt van ez a terelés Stuttgartnál. 5 óra 40 perc, és már eléggé össze van sűrűsödve a nép. De azért aránylag lehet haladni. Elől valami nagy sárga villogás, mely nem tudom, túlméretes lehet talán. De túl vagyok a terelésen, úgyhogy elméletileg minden oké. Na itt a túlméretes pariba, vagy túlsúlyos. Ki tudja, hát kereke az van bőven. Súly is lehet rajta. Ez mondjuk az az okosság, amit kevesen szoktak magunkat kivetelni a nagyforgalomban. Rendszerint a jobb szélső sávon akarunk aztán később arra kanyarodni, mint lúzenség mindenképpen, aztán lehet magyarázkodni, és akkor tudom ajánlani, hogy amikor neki megy valakinek ön, akkor utána, ha kiszáll az autófon, akkor kell. Sziasztok, jó reggelt! És ismét itt vagyunk, Stuttgart repülőtér. Ja, ez itt a telefonom. És a telefonról használom most az Ellót, egy kis telefonos kihangosító segítségével. Úgyhogy ennyit változott a dolog, hogy nem a laptopról használom, hanem a telefonról. Ez nagyon jó, ez a kis kihangosító, mert így menet közben is kiválóan hallom, nem kell fülhallgatót föltenni. A helyzet a következő, az autópályán elég nagy volt a tumultus, valami útépítés miatt megállt a forgalom. Laci felajánlott egy kerülő utat.
Én meg elfogadtam, úgyhogy most itt jövünk a második utcán. Fordulj balra. Jövünk a kerülő úton. Valami kis német faluba. Remélem nem lesz belőle semmi. Probléma, nem erre kellett volna jönni, de a másik irányba, amerre vinni akartott, volt egy teherautó behajtási tilalom, meg egy 2 méteres szélességkorlátozás, hát azt nem mertem bevállalni. Itt kell nekem balra menni. Várjál, hol? Itt? Vagy amott? Köszönöm. Méteres szélességkorlátozás az nem jó. Ott nem fér el a kamion. Akárhogy is van. Ott nem tudok elférni, úgyhogy arra felé nem mentem. Erre felé 1-2 kilométerrel hosszabb. De itt nem volt semmiféle tiltó tábla. Úgyhogy jöttem bátran erre felé. És szép nagyra nőtt már mindenféle gabonaféle. Nem sokára lehet aratni. De aztán így innen nézve, hogy ilyen kerülővel tudok csak menni, így lehet, hogy jobban jártam volna, ott maradok a pályán, de ki tudja. Majd meglátjuk, majd kiderül. Ha lámpa van, akkor a zöld el kell befordulni jobbra. Ha nincs lámpa, akkor bármikor... Ami van itt is van egy 12 tonnás valami. Hát gyerekek, de itt azt mondja, hogy akinek itt van dolga, az jöhet. Hát én úgy döntöttem, hogy nekem itt van dolgom. Remélem nem fogok beszorulni sehova, hát ez nem súlykorlát, vagy nem magasság, meg nem szélesség. Ez szerintem belefér. Ott szembe van az a szép kis szürke oszlop, fekete csíkokkal, az egy sebességmérő készülék. Itt meg valami útépítés miatt 30-as korlátozás. Úgyhogy itt szépen lelassítunk. Lámpa is van, ha jól látom, legalábbis a tábla azt mutatja. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat, de nem látom. Nem látom, hogy lámpa irányítaná a forgalmat. Háj, de sokan jöttök szemből. Na, jött egy személyautó szemből és elengedett, nagyon rendes volt. Ja persze, mert most nézem, hogy piros lett neki a lámpa. Aha, azért. Sikeresen kiértem az autópályára, és itt már lehet haladni. Majd rögtön kiderül, hogy volt-e értelme errefelé elkanyarodni, mert hát majd rálátok a másik autópályára, de úgy láttam, hogy a útépítés előtt 2 kilométerrel volt kitéve a tábla, és körülbelül ott volt a sor vége, úgyhogy 2 kilométert kellett volna
araszolni, de hát mondjuk ott már nem araszolás volt, hanem állt a forgalom, úgyhogy én azt hiszem, hogy jó ez így. Megérkeztünk a lerakóra, úgyhogy itt a fuvar vége. Üdvözletem mindenkinek, szép napot kívánok! Mint azt korábban mondtam, otthon felejtettem a kamerát, úgyhogy 2 hét eseményei, ez az, ami kiesett, erről nem készült videó, de most viszont ugye elkészült a 249. videó, néhányak örömére, néhányak bánatára, nem tudom, majd mindenki eldönti, hogy tetszett, nem tetszett, jó volt, nem volt jó. És itt a videó végén ugye a kérdésekre válaszolni igyekszem, és a megemlítéseket is megteszem. Gintli Gábor érdeklődött, hogy ez a 3/1 hét ez mit jelent. Le is írta egyébként, válaszolt is egyből a kérdésére, hogy igen, ez a 3/1 hét, ez azt jelenti, hogy 3 hét munka után 1 hét otthoni pihenő. És aztán még azt is kérdezte, hogy a többi hétvégéken, ugye, amikor dolgozik az ember, akkor meg a kamionban tölti a hétvégét? Hát többnyire igen. Többnyire igen, főleg olyankor, amikor kint külföldön ragad az ember, mint például most én is Németországban vagyok. Itt egy autóhofba beálltam, és akkor itt lesz a hétvége. A hétvége, hát most szombat délután van, úgyhogy ma és holnap itt fogok állni, aztán hétfőn megyek lerakodni. Úgyhogy így van, ezek a hétvégék, ezek kint külföldön. Nem feltétlenül mindig kamionba, mert ha olyan helyen sikerül megállni, ahol van barátom, akkor esetleg ott nála töltöm a hétvégét. Volt rá példa, úgyhogy, de ha nincs ilyen lehetőség, akkor viszont a kamionba. Vagy pedig vannak olyan cégek, akik meg kifizetik a motelt, hotelt, hogyha bemegy egy szállodába az ember. Itt nálunk ez annyira nem szokás. Nagy Tamás a 250-ben kérte, hogy említsem meg, de megemlítem most is, ugye, 249-be, de meg foglak említeni a 250-be is, hogyha netán azt várod, akkor nehogy ne lásd a megemlítést. Danika Bartal is kért említést, ő Erdélyben lakik, magyar fiú, akivel Zellón is szoktunk beszélgetni. Sokat játszik az ETS 2 kamionszimulátorral, és jövő héten utaznak Budapestre egy műtétre, amihez kívánok neki sok erőt, kitartást, és mielőbbi jobbulást a műtét után. Németh Gábor érdeklődött, hogy hétvégén, amikor így áll az ember hosszú-hosszú időt, és közben megy ugye laptop, vagy más egyéb fogyasztó, ami eszi ugye az akkumulátort, mert hát az akkumulátorról megy. Ezt nem is értem, hogy a fejlesztők még miért nem találták ki azt, hogy például a tető spoiler helyett egy napelemet fölrakni, elég nagy a felület, mit tudom én, 3-4 négyzetméter, és az tudná tölteni az akkumulátort, amikor ilyen szép napsütéses idő van, és akkor nem kéne indítani az autót. Ez, hogy milyen időközönként kell indítani a kamiont, hát ez sok mindentől függ, leginkább az akkumulátor állapotától, hogy mennyi idős, milyen teljesítményű, meg hát ugye a fogyasztóktól, hogy mi mindent használ az ember. Én egy áramátalakítót használok, egy 300 wattos áramátalakítóm van, amiről a laptop üzemel, és olykor-olykor telefont töltök, de hát ezt leginkább menet közben szoktam telefont, meg esetleg a kamerát tölteni, úgyhogy ezeket úgy menet közben szoktam csinálni, de előfordul, hogy így állóhelybe is kell. Most megálltam szombaton délután 4 órakor, ma nem kell beindítani. A mai napot az biztos, hogy kibírja, holnap reggel viszont valószínűleg már rá kell indítani, járatni egy 3/4 órát, meg
nem tudom. Ja, és még a hűtő is megy, a hűtőszekrény, az ételhűtő. Nem tudom, hogy holnap szédelgek, mit csinálok, merre járok, de nagy valószínűséggel délután újra be kell indítani, és este lefekvés előtt megint be kell indítani. Ez már egy 3 éves autó, 3 éves az aksia, úgyhogy már nincs teljesen rendben. De például, amikor a sárga vasalót megkaptam, annak idején vadonatúj volt, azt egész hétvégén be se kellett indítani. Pedig akkor használtam laptopot, tévét, mármint a laptopról néztem a tévét, de a beltéri egység ugye az egy külön fogyasztó volt, akkor volt még 2 hangszóróm, ami az áramátalakítóról ment, 220 voltról, az is ugye azért ette az áramot, úgyhogy egy vadi új autónál egész hétvégén be se kellett indítani, simán vitt mindent, és közben ment a hűtő, úgyhogy nagyban függ az akkumulátor állapotától, így van. Miklós Ádám Tornyai kérdezett ennyit, hogy milyen a kamionozás. Hát, én ezeket a videókat igazából azért csináltam, hogy a kedves néző betekintést nyerjen abba, hogy milyen a kamionsofőr munkája, élete. Akkor ezek szerint önála nem értem el ezt a sikert, hogy ha látta a videókat, akkor abból számára nem derült ki, de csak ezt tudom javasolni, hogy nézze meg a videókat, és abból kiderül, hogy milyen a kamionozás. Szabó Árpi kérte kisfia Levike említését, és kérdezett, hogy a pótkocsin található deszka az milyen anyagból van. Hát gondolom az oldallécekre gondolt, ami a pótkocsi két oldalán van, ugye a ponyván belül, és hogy azt milyen sűrűn kell rakni, milyen sűrűre kell rakni. Az oldallécek azok lehetnek fából, ugye, meg ugye van alumíniumból is, alumínium léc, és amelyik pótkocsiról még nem lopták el az alumínium léceket, azon még alumínium van, aztán ami hiányzik, azt meg fával pótolják, de van olyan, ami fából készül, gyárilag is faléceket raknak rá, ez gyártónként változik, és az, hogy milyen sűrűn kell rakni, hát ez adott, mert ugye föl vannak helyezve ilyen tartók, amibe be lehet rakni a léceket, és oldalanként van 3, és plusz az alsó. Mondjuk az alsó az ilyen magas, oda be lehet rakni akár mind a 4-et is, de többnyire a legtöbb pótkocsinál ilyen magas, de van amelyiknél csak egy ilyen kicsi kis profil van. Úgyhogy ez adott a pótkocsi gyártója által, hogy hova lehet rakni, milyen sűrűn lehet rakni a léceket. És aztán még olyat kérdezett, hogy szeretnék-e autószállítón dolgozni. Hát nem tudom, egyelőre nem tervezem. Itt a cégen belül személyautókat nem hiszem, hogy szállítanak, legalábbis én még nem láttam, csak traktorokat, meg teherautókat. És hát van olyan is, ami ilyen ponyvás pótkocsi, és akkor autókat szállítanak, és behajtott tükörrel föl kell rá állni, az még csak hagyján, de utána ugyanúgy vissza le is kell tolatni úgy a pótkocsiról, hogy azon semmiféle karcolás, sérülés ne legyen. Hát szerintem egy kicsit macerás, úgyhogy egyelőre nem tervezem, kipróbálnám úgy próbaképpen, de nagyon nem vágyom rá. És akkor még olyan kérdése volt, hogy mi van akkor, hogyha a pótkocsi, mármint a nyerges szerelvénynél, a pótkocsinál a királycsap nem zár rendesen, és leakad a pótkocsi. Hát a múltkor történt egy ilyen eset, én voltam az elkövető, benne volt valamelyik videóban, nem is tudom, itt a 247-46, valahogy így, hogy elfelejtettem letekerni a gólyalábat, szépen szétakasztottam a pótkocsit, meg mindent, és kiálltam az üres pótkocsi alól. Ilyen esetben előfordul, hogy az történik, hogy ahogy leesik mögötte a pótkocsi, úgy leüti a két hátsó lámpát a vontatóról,
De nekem nagy szerencsém volt, mert nem történt semmi ilyesmi, áll az égnek, csak a sárvédőnek a felső része ugrott ki a helyéről, de azt visszaraktam. És így lebukott a gólyalábra, úgyhogy aztán azt tudtam csinálni, hogy a gólyaláb tekerőjének van kettő fokozata, van egy gyorsabb fokozat, meg van egy lassú fokozat, másik áttétel, és ezzel a másik áttétellel szépen föl tudtam emelni a pótkocsit annyira, hogy beférjen alá újból a vontató. Úgyhogy ez van, ha üres a pótkocsi, akkor ilyen mázlista az illető, mint én, viszont ha ezt egy rakott pótkocsival csináltam volna meg, na akkor ott azért már komolyabb dolgok történhettek volna, meg azt már nem is biztos, hogy olyan könnyedén vissza lehet tekerni, akkor esetleg, mit tudom én, lehet segítségül hívni két nagy teherbírású targoncát, amik megemelik a pótkocsi elejét, és aztán úgy kitekerik a gólyalábat, vagy nem is tudom, vagy darút, vagy valami ilyesmit, és akkor ilyenre tudok gondolni, hogy ilyen esetben ezt lehet csinálni. Hát ha meg ez esetleg menet közben történik, hogy szétakad, aminek azért elég kicsi az esélye, de biztos volt már ilyen a világtörténelemben, akkor ott komoly problémák vannak, mert ott törik a gólyaláb, törik minden, az olyat ne lássunk, azt nem szeretném. Ezennel itt ennek a blokknak vége, további szép napot kívánok mindenkinek, következő videó készül, nem tudom, hogy szerdán, így fel tudom-e tölteni, vagy esetleg csak szombaton lesz, fogalmam nincs, nem tudom, igyekszem, rajtam nem múlik, ahogy sikerül feltölteni, akkor már is közzéteszem. Akinek kérdése van, vagy esetleg szeretné, ha elhangozna a neve itt a videó végén, a Kamionos Videók Facebook oldalra küldjön üzenetet, és akkor azt én meg fogom nézni, kijegyzetelem magamnak, és akkor meg fog történni a kérdésére a választ, megadom, ha tudom, és vagy pedig a nevét megemlítem itt a videóba. További szép napot kívánok mindenkinek, a viszontlátásra, sziasztok!